Többféle megközelítése van az autizmus kezelésének, más elképzelések vannak a betegség diagnózisa és oka körül. Egy biztos paradigmaváltást emlegetnek az autista szervezetek. Megjelennek nem csak nyugat-európai, hanem tengeren túli szakemberek, akár Nyíregyházán is. Lényeges javulást a korai fejlesztés jelent, melyet egy-két éves korban kell szakemberrel együttműködve elkezdeni. Az a helyzet, hogy most már sokra fejlődött az autizmussal való foglalkozás, nagyon sokat fejlődött, nagyon magas szintre jutott el szakmailag, de mégsem terjedt el úgy, ahogy kellene. Az emberek mégse ismerik az autistákat. És a szülők is nagyon nehezen jutnak el odáig, hogy elmenjenek valakihez, forduljanak, amikor született egy gyerekük, és fölmerül a probléma. Hiszen a védőnök tudják már, ők nagyon sok mindent tudnak már, tanulnak, és biztos, hogy fel is világosítják őket. De mégis az a legnagyobb probléma, hogy a szülő nem indul el sokszor nagyon későn, már iskoláskorba, és a gyerekeknek az értelmi képességei nehezebben fejlődik. A külföldi gyakorlat szerint szoros együttműködésben kell dolgozzon a család az óvodai, iskolai szakemberekkel, ennek hiányában megvonhatják a szociális ellátást is. Az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezete a Búzatér 20 szám alatt működő önálló életviteli centrumban fogadja a jogi, munkaügyi, családi kérdésekkel hozzájuk fordulókat. Itt tájékozódhatnak az autistáknak kifejlesztett applikációról, mely jelképekkel, ábrákkal segíti használóját. Az önkormányzat két síkon kell, hogy segítsen. Az egyik a civil szervezetnek a támogatása. Nem véletlenül alapítottuk meg a fogyatékossági tanácsot, és igyekszünk egyfajta koordinációt ellátni. Nekünk minden civil szervezettel és minden önkéntes szervezettel együtt kell működni, és együtt is működünk, azért, hogy segítsük az autistákat, egyáltalán a fogyatékkal élőket. Ez az informális része, az önként vállalt része a dolognak, de hát az önkormányzatnak van egy hivatalos, kötelező feladata, amelynek azt gondolom, hogy az alján, az alapjain a védőnői hálózat helyezkedik el, hiszen a korai felismerés, a korai fejlesztés az minden betegségnél és minden részképesség zavarnál nagyon fontos, és erre épül rá az óvodai nevelésben és az iskolai nevelésben a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a nevelése. Több mint 80 gyerekkel foglalkoznak az önkormányzat óvodáiban, speciális csoportokban. Ismert ezen a területen a kereszt és a Búza utcai intézmény. Önként vállalt és kötelező feladat is az önkormányzat számára a fiatal felnőttekről való gondoskodás. Lehetőség van erre a Kék Szirom lakóotthonban, melyet az évelején vett át Nyíregyháza városa. A bentlakásos lehetőség mellett megnyílt az Őz utcai nappali ellátócentrum is, mely szintén a Szociális Gondozási Központ intézménye. Mindezek munkáját és mindenféle hátránnyal élő ember támogatását a Nyíregyházi Fogyatékosságügyi Tanács koordinálja.